Nézőink közül bizonyára sokan emlékeznek még Rákász Gergelyre, a koncertorgonistára, vagy ha úgy tetszik, az ambiciózus fiatalemberre. Egy koncert kékben címmel látványkoncertjével most hosszú kihagyás után ismét visszatér városunkba, Székesfehérvárra. Október 11-én este 19 órától a főutcai Ciszterci templomban rendez rendhagyó koncertet. A program ugye azt a címet kapta, hogy egy koncert kékben, tehát ez adja magát, hogy ugye két emblematikus kék darabot el fogok játszani, az egyik Strauss Kék Duna keringője, a másik pedig George Gershwin Kék rapszódiája. Ez utóbbi azért nagyon közel áll hozzám, mert sikerült összenőni tulajdonképpen ezzel a darabbal. Több mint 8 hónapot dolgoztam azon, hogy az első hangtól az utolsóig ez megszólalhasson orgonán, hogy egy ember el tudja játszani azt, amit egyébként egy nagy zenekar és a zongorista játszik el. Közel álltam az inhüvelygyulladáshoz, mire a munka befejeződött. Igazából minden bajom volt, vért izzadtam vele, de sikerült. És hát a tavalyi premier az Uránia Nemzeti Filmszínházban Pesten, az tulajdonképpen ebből egy világpremier volt ilyen szinten, hiszen senki nem játszotta még el az első hangtól az utolsó hangig orgonán George Gershwin Kék rapszódiáját. Azóta is rendkívül népszerű, úgyhogy Kék Duna keringő, Kék rapszódia, Edvard Grieg Peer-Gynt szvitjének néhány részletét fogom játszani, amiből a Hegyi király barlangjában című tételt megint érdemes kiemelni, hiszen sokan ismerik, mint a Hupi Kék, Törpi Kéknek az egyik betét, klasszikus zenei betétjét. Edward Elgar Parádé és pompája nyitja a hangversenyt, ez Angliának talán a második himnuszaként emlegetett borzasztó népszerű katonainduló, és hát Ravel Bolerója, ami még nagyon, nagyon szervesen kapcsolódik Gershwinhez, hiszen Gershwin nagyon szerette Ravelt, még el is ment hozzá egy alkalommal, szeretett volna tőle tanulni. Legújabb hangversenyen látványkoncert. Pap Norbert festőművésszel közösen ezúttal túllépnek a megszokott hangverseny kereteken, és a résztvevők képi illusztrációkkal a művészi megközelítés közegébe helyezve élhetik át a koncert élményét, azt az illúziót keltve, hogy a régi korokban a zenék megszületésekor lehetnek tanúi mindannak, hogy a zeneszerző hogyan veti kottára elképzeléseit. Pap Norbert festőművész barátommal közösen, színészekkel, táncosokkal megfilmesítettük azt, hogy mi történt a zeneszerzőkkel azokban az időszakban, amikor a darabokat alkották. És hát a kedves hallgatónak, illetve most már nézőnek van egy ilyen aha élménye, és azt mondja, hogy ó, hát ez történt a Pasassal, ilyen muzsika született belőle, értem most már, egy kicsit közelebb jöttem ehhez a műfajhoz. Manapság magától értetődik, hogy a filmekhez zenét írnak, azonban most egyedülálló módon a zenéhez készültek programba vágó művészi képsorok. A klasszikus zenének a megszerettetésére olyan rendhagyó kísérletez, amit Rákász Gergely missziónak tekint, és ami úgy tűnik, a 2010 őszén az Uránia Nemzeti Filmszínházban megtartott premier óta nagyon sokakat leültet templomokban és egyéb koncerthelyszíneken egyaránt. Nagyon komoly probléma az, hogy például magyarra a klasszikus muzsikát komoly zenének fordítják, és abban a percben, amikor azt mondom egy embernek, hogy hát gyere el és szórakozz a komoly zenével, hát akkor minden eszébe jut a komoly kapcsán, csak épp a szórakozás nem. Ezzel szemben, hogyha azt mondom, hogy klasszikus muzsika, akkor itt ugye értékekről van szó, és egészen más típusú értékekről. Úgyhogy a klasszikus zenével azzal valóban lehet törtődni, de azzal is úgy, hogy annak az embernek kell címezni, aki ma él, és nem azt kell várni, hogy az ember változzon át, mondjuk ilyen 17. századi emberré arra másfél órára, két órára, ameddig a hangverseny tart. Magyarul, hogy lassítson le, vegye föl azt az életritmust. Ez egyikünknek sem egy ma már. Én magam is, ha beülök egy hangversenyre, fél órán át még dobolok a lábammal, és azon gondolkozom, hogy kit nem hívtam vissza, akinek kell még e-mailt küldeni. És ezt szeretnénk elkerülni, azt szeretnénk, hogy aki oda beül, az 5 perc múlva már abban a világban legyen, amelyik világban a darabok keletkeztek, és töltődjön, minél több energiát szívjon magába, hiszen a klasszikus zenéből rengeteget lehet. Ha sikerült felkelteni az érdeklődésüket a koncert iránt, akkor lássuk még egyszer az időpontot és a helyszínt. Október 11-én 19 órakor a Ciszterci templomban kerül sor az Egy koncert kékben címmel megrendezett Rákász Gergely estre.